a tehetségkutató verseny. Köszöntelek az első Crybabies tehetségkutatón, a nagy Crybabies versenyen! Na, ki viszi haza a trófeát? Gyerünk, lányok, a műsor elindult, mindenki készülődjön. Abrakadabra, hókusz, pókusz. Jövök, jövök, utat a tehetségnek. Lala, most nem te jössz? Dotti következik. Nekem aztán tényleg nem gond, kicsit sem izgulok. Kezdődhet a verseny! Ebben az évben a szuper zsűri tagok a következők! A mindig barátságos Kéti! A határozott Fenty! És Lady O, aki félig mindig alszik. Lássuk az első versenyzőt! Én jövök! Nem! Dotti jön! Szerintem menjen, Nala! Nekem nem gond, nyugodtan menj, ha akarsz. Tessék! Áj! Nem, én! Bocsi, lányok, de már mindenki az én produkciómra kíváncsi. Állj meg, Nala! Nem te jössz! Gyere már vissza! Jól figyeljetek, mert még sosem hallottatok ilyet ezelőtt. Az életben. Köszönjük, Nala! Remek volt! Ilyen produkciót azelőtt még tényleg nem hallottunk. Tudok másokat is. A következő! Lea, te jössz. Köszi, Dotti. Majd visszajön! Folytassuk a sót! Fedezzük fel a tehetségeket! Én jövök! Nem te vagy a következő! Ez nagyon izgalmas! Süti! Na, ez aztán tényleg nem mindennapi. Nézzetek meg engem! Nem áll! Ki lesz a következő? Nektek varázslat kell. Abrakadabra! Tűnj el, labda! Abrakadabra! Nyugi, meg vagyok! És most eltűnik! A labda végül is eltűnt. És legvégül az utolsó előadás. Kikérek kisebbre, Süti. Kérlek, menjetek lasszinkatról. Ez csodálatos. Folytatják. Nincs tovább. Feladom. Van még itt versenyző valahol? Nos, ha nincs más, akkor a díjat nyerte! I know that we'll be friends forever. Come, take my hand through the stormy weather. Wherever you go, erre nem számítottam! Megvan az igazi győztes! Micsoda meglepetés! Ezek olyan megható pillanatok! Szuper vagy, Dotti! Szuper vagy, Dotti! Bravo! Bravo! Crybabies, Crybabies, make
szuper locsoló! Ó, még nem érkezett meg. Alig várom, hogy megjöjjön. Már itt kellene lennie. Látni fogod, ez a legjobb dolog a világon. Yeah! Itt van, megvan! Már annyira, de annyira vártam. Már olyan izgatott voltam. Milyen? Hogy mi jött? Egy szuper háromrészes locsolórobot. Wow, de hogyan működik? Ezzel fogom locsolni, hogy mindig szép legyen a kertem. Ez milyen aranyos! De mik ezek a rajzok? Nézzük csak! Használati utasításnak tűnik, de nem értek belőle egy kukat sem. Én sem. Szerintem Nala és Lea tudnak segíteni nekünk. Gyerünk, nézzük meg! Menjetek, én itt maradok Ladyvel! Ne nyújj hozzá! Tudom jól, hogy milyen vagy. Oké. Eltöltem Kéti locsoló robotját. Talán, ha így hagyom, nem fogja észrevenni, hogy eltört. Látod, mit csináltál? A locsoló robotom. Koni, te voltál? Csak egy kicsit megkopintottam. Annyira sajnálom, ne haragudj. Ez az egész, ami történt, egyedül csak az én hibám. Nos, meg kell javítani. Figyeljétek! Au! Segítség, a locsoló robot megőrült! Au. Visszakapod! Hú, remek, enyém az aranycumi! Meg. Áú, szerintem is. Nagyon sajnálom. Kész, vége, nem bírom tovább. Én voltam. Én töltem el a locsoló robotot. Hogy? Sajnálom, Kéti. Sajnálom, Koni. Nem tudom, miért hazudtam. Igazán sajnálom. Elmondhatod nekem a dolgokat. Tudod, hogy nem haragudok. Igen, bátor vagy, hogy elmondtad. És biztos, hogy nem volt szándékos. És mindenkit megmentettél. És hihetetlen nagy ugrás volt. Akkor nem vagytok rá mérgesek? Persze, hogy nem. Ez csak egy szuper locsoló robot. Egy szuper 3000-es. Azta, ezt nézd! Juppi! Figyelj csak ide! Ez nincs is eltörve. Véletlenül a robotszökőkutat rendeltem, és nem a locsolót. Úgy látszik, nem figyeltem el eléggé. Hé, lányok! Megígérem, hogy soha többet nem nyúlok a gombokhoz. Ez a legszebb kert a világon. De szuper! Lala
varázspálcája? 1, 2, 3, 4, 5. Aki bújt, aki nem, megyek. Merre vagy? Lássuk csak, itt. Vagy itt. Vagy ott. Megvagy! Gyere vissza, Liza! Megtaláltalak! Nem tudsz újra elbújni. Ne csaj! Liza, merre vagy? Liza! Wow! De szuper! Au! Ez milyen könyv? Fantasy világ? Nem nyílik! Liza! Wow! Nézd, mit találtam! Egy pálca! Mi a baj? Ez tényleg egy szuper pálca. Jobb, mint bármi. Liza, mi történt veled? Wow! Ez tényleg varázsol. Próbáljuk ki! Elosztjuk ketten a sütit? Oké, egy neked, egy nekem. De te megetted az enyémet. Nem, nem én, te tedd meg. Hazudsz, kérem a tortámat. Nem hazudok. Én nyertem. Ez lehetetlen. Ez a bábú nem is ott volt. Szerintem te most csaltál. Csalónak nevezel engem? Nem játszok veled. Fuss, hozd a labdát, Spot! Gyerünk, még egyszer! Hihihi, vicces vagy, Spot! Nézd meg, mit csináltál! Figyelj, én rájöttem! Most már mindent értünk. Ő a bűnös. Tudom, hogy miattad nem kaptam sütit. Bocsánat, nem szándékosan csináltam. Szerintetek nem vicces? Csak neked vicces. Így van. Nem vicces, hogy miattad elveszítettem a partit. Vagy hogy Spotot dobálom sütivel. Én megyek. Én is. Kérlek, ne menjetek el. Ez csak egy játék volt. Van egy varázspálcám. Nézzétek! Megvan! Bízz bennem, Liza! Itt vagyok. Kérlek, ne haragudjatok. Csak szerettem volna kipróbálni a varázspálcám. Mi pedig rosszul éreztük magunkat, hogy megharagudtunk rád. Pedig tudjuk, hogy jó szívű vagy. Yeah! Wow, egy torta! Yeah! Egy óriás saptábla! Ez szuper! Köszi, Lala! Nagyon viccesen száll! Vágy, megmutatom, hogy még mit tudok a varázspálcámmal. Ha? De hol van Liza? Látta valaki Lizát? Liza! Merre vagy?
Csillagos csillagkép, első rész. Oh. Hello. Hát te meg mit csinálsz? Érdekességeket keresek, például egy kék csillagot. Ez engem is érdekel. Segíthetek? Persze, gyere fel! Nézd jobbra, ott látod a szivárvány csillagképet. Aztán, milyen szép színes! Az meg egy gravitációs köd, olyan, mint a fagyi. Gravi, micsoda? Igazából mindegy is. Látom a holdat. Mi? Hát én nem látom ezt a kék csillagképet. Tudom, én sem. Ez az egyetlen olyan csillagkép, amiről csak rajzon van. Olyan messze van, hogy nem látjuk. Jó éjszakát, Missy, majd holnap folytatjuk. Mi folyik itt? Vár, erről az oldalról szebb vagyok. Már kész a kép erről is. Hé! Nem tudjátok, honnan jön ez a zaj? De, ez Missy. Úgy látszik, megint van egy nagyszerű ötlete. Missy. Missy! Óriási zajt csapsz ezzel. Pedig próbáltam volna aludni. Jó reggelt, Venti. Fogd meg kérlek ezt a kalapácsot. Köszi, most már visszaadhatod. Kész. Egész éjszaka dolgoztam a te űrhajódon. Nos, most már meg tudod keresni ezt a különleges csillagképet, és szervezhetünk egy szuper jó űrkirándulást. Így lehet, hogy még egy picit kell javítani rajta. Missy, ez nem úgy néz ki, mint ami most tudna repülni. De nagyon köszönöm, igazi jó barát vagy. Wow! Nem kell rajta javítani. Így jó, ahogy van. Csak nézz rá! És itt van hozzá a használati utasítás. Itt is csinálj egy képet rólam. Jól nézünk ki! Az űrhajó mindjárt felszáll! Wendy, ne! Hát ti meg mit csináltatok itt? Sajnos nem tudom, hogy mit nyomtam meg. Elég a sírásból. Fussunk innen! Kifelé! Au! Egy Jenny vagyok. Missy, mi volt ez? Wendy, Léna, Lulu és Lady elindultak a világűrbe. Tényleg? És hogy jönnek vissza? 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 Az űrből? Nem tudom, hogyan jönnek vissza. Hát ez furcsa. Úgy hívják, hogy súlytalanság. Nem értem, ilyen csak az űrben van. Már be is sötételett. Jól elröppent ez a nap. Léna, itt bizony nem éjszaka van. Kirepültünk a világűrbe! A titkos csillagkép második rész. Na most mi a baj? Wendy, Léna, Lady és Lulu kimentek az űrbe egy nagy űrhajóval.
és nem tudjuk, hogy jönnek vissza. Én csak azt szerettem volna, hogy Wendy lássa a kék csillagképet. És ez a használati utasítás hozzá? Csak el kell olvasnunk, és megtudjuk, hogyan tudnak visszajönni hozzánk. Hát, de azt hogy mondjuk el nekik? Mert ők fent vannak, mi meg lent. Van itt egy csomó gomb, az egyik biztos hazavisz. Jó, de melyik? Biztos, hogy Missy tudja. Úgy látom, a világűr közepén vagyunk. Au! Hát persze, a Crymobile. Kittynek van egy táblagépe. Fel tudjuk hívni. Itt van Léna, Wendy és Lady. Felhívtak a tabletemen. Szuper! Vá, de jó látni titeket. Segítünk! Ezzel itt! Hogyan? Ez a te űrhajód! Mi azt se tudjuk, mit csináljunk! Nyugi, ez egyszerű! Az űrhajóban vannak színes gombok. Egy szinkot kell a leszálláshoz. Nagyon fontos, hogy a jó sorrendben nyomd a gombokat, mert csak három lehetőség van. Utána elfogy a Magic Tears ereje. A jó sorrend... Piros, piros, kék, zöld, piros, zöld, kék, sárga. Oké, értem. Én nyomom a pirosat kétszer, majd a kéket. Léna nyomja a pirosat és a zöldet. Lady nyomja a kéket és a sárgát. Készen álltok? Készen? Kezdem. Mire? Lulu, ne! Első kísérlet sikertelen. Lulu, ez a te hibád! Ne aggódjatok, még van két lehetőségetek! Gyerünk, most nem hibázhatunk! Mehet! De, hol van? Nem találom a sárga gombot! Második kísérlet sikertelen! Szédülök, rosszul leszek. Ó, ne! Már csak egy lehetőségük maradt. Megtaláltam. A sárga gomba az a padlón van. Ó, ne! A táblagép pont most már ül igen, le. Igen, mert egész reggel néztem, hogy hogyan ültetik a hagymát. Hol Missy? Nem hallok. Hol a sárga gomb? Ó, ne! Megszakadt. Nem tudom, hogy beszélhetünk-e még velünk. Mit akarsz mondani, Lulu? A padlón? Ott van egy nagy sárga gomb. Készen álltok? Együtt menni fog. Egy, kettő, három. Félek, hogy nem tudnak hazajönni. Yeah! Yeah! Üdv újra a földön! Mi a baj, Wendy? Olyan, de olyan közel voltam a kék csillagképhez, és mégsem láthattam. Lulu, mi van itt? Wow! Wendy! Nézd meg a képeket! Ezeket Lulu fent csinálta. Nem hiszem el! Ez a két csillagkép! Mostantól ennek itt Lulu csillagkép lesz a neve. Rólad fogom elnevezni. Magic Tears! Wow! Ez elképesztő! Nézzünk vele hulló csillagokat! Wow! Nézd, Lulu, ez a te csillagképed! A tökéletes buborék. Imádom a buborékokat! De jó lenne egy óriási buborék! Egy nagyon nagy!
ami úgy pukadna szét, mintha esne. Ha olyan nagy lenne, hogy lehetne rajta lovagolni, mint egy póni. Ó, ezek nagyon, de nagyon kicsik, és lehetetlen őket elkapni. Van egy szuper ötletem! Készítsük el a tökéletes buborékot! A buborék készítés nagyon bonyolult, de ezzel a recepttel elkészíthetjük a tökéletes buborékot. Szükségünk van vízre és szappanra, és egy buborék készítő masinára, a 3000 pluszra. Micsoda találmány! Ez hatalmas! És nagyon szép színes, gyönyörű! Először szapanos vízre van szükségünk. Én teszek hozzá egy kis festéket. Így szép színes buborékaink lesznek. Én parfümöt öntök bele, hogy illatos legyen a buborék. Én pedig teszek hozzá egy kis epertortát, tejszínhabbat, hogy finom legyen. Nem esszük meg a buborékokat. Ne, semmit ne adjunk már hozzá. Kövessük inkább az eredeti receptet. Szuper! Eddig jó, kész a folyadék. Most mindenki fújjon. Ha? Lédi, mindenki, te is. Rendben, te vagy a főnök. Figyelem, lányok! Nagy levegő, és egy, és kettő, és három. Fúj, erősebben! Szuper, jól csináljátok! Állattá, készen álltok! Ezek a buborékok tényleg nagyok, de könnyen és gyorsan kipukkadnak. Szerintem ez így nem fog működni. De miért nem jó? Tudom! Kell még szappan! Több szappan, több szappan, több szappan! Hé, szerintem ez túl sok lesz. Nem lesz túl sok, csak figyeld meg! Most senki sem mozduljon a helyről, mert ez így nagyon veszélyes. Mivel az előbb sok szappan tettetek bele, nem tudjuk, hogy mi fog történni. Mit csináltok itt? Menjetek vissza a helyetekre! Nézd! Nézni? Mit? Segítség! Ez a buborék törhetetlen. Túl sok lett a szappan! Mondtam, hogy kövessétek a receptet! Nektek minden csak játék! Nézzétek meg, hogy mi lett belőle! Persze, hogy játék! Emlékeztek, hogy szétdurrantak a buborékok? Ha? Játszunk! Már Missy kiszabadítunk! Bocsi, hogy ilyen mérges voltam, de csináltunk egy óriási buborékot! Igen, és még ugrálhattunk is egy kicsit a tetején. Magic Cheers! Wow! Milyen szuper! Szuper! Micsoda színek! Világ felfedezése. Ezt majdnem elkaptam. Igen, igen, majdnem. Figyelj! Megadobás!
kapd el! Ne nevess! Nem én voltam! Most visszakapod! Ó, ő kicsoda! Látjátok, milyen szép a ruhája? És tollas fejdésze is van. Hagyjátok őt! A Fantasy hegyről jött. Hogy mi? Olvastam róluk egy képlegénybe. Nézzétek, mindent tudok a Fantasy hegyről. Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Tényleg fantasztikus vagy. Ha? Au! Szegény! Gyerünk, vigyük el őt az én házamba. Most már elég. Fogadd el végre. Nem repülsz. Hé, most tanulom. De nagyon jól tudom megállítani az időt. Állj meg idő. Megállítani az időt? Nagyon menő. Ez a menő. ez finom. Gyerünk, meg kell találnunk Fellit. Ébredezik. Hol vagyok? A völgyben, de te mégis ki vagy? Felli vagyok. És te honnan jöttél? Én a Fantasy hegyről jöttem, vagyis teleportáltam. Ó, szegény, tényleg beütötte a fejét. Csak képzelődik. Nem, higgy neki! Ő egy fantasy. Mi a mágikus varázserőd? Tudsz repülni? Vagy eltűnni? Tényleg a felhőkön siklasz? Itt van. Megnyugodhatsz. Gyere, induljunk. Wow! Ne, várj, Feli! Hogyan jutunk el Fantasy hegyre? A teleportálón keresztül. Keres egy cívformát, de nem lesz mindig egyértelmű. Tapsolj hármat, tedd a kezed a fejedre, majd a derekadra. Ugorj előre és hátra. Minél gyorsabban mozogsz, annál könnyebben nyílik meg a kapu. Ezután kiabáld be, hogy tűzkapu, buborékszökőkút, vigyél át Fantasy hegyhez. Mégis igaz. Most már elhiszitek nekem? Menjünk mind a Fantasy hegyre. Szuper, de hogyan találjuk meg a kaput? Ó, pillanat, és én is megyek. El kell tennem a cuccaimat. Megvannak a szívek! Tűzkapu, buborék szökőkút. Vigyél át a Fantasy hegyhez! Yeah! Wow! Giginek igaza volt, tényleg létezik. Oda néz! Láttad? Mint a gyémánt. Sziasztok! Örülünk, hogy jöttetek. Ő láthatatlan. Ő száll. Köszönöm, hogy vigyáztál rám. Készülj, Fantasy hegy! Érkezem! Egy nap repülés nélkül. Ma én érzem a szökőkutat! Yeah! Hey! Hey!
tessék, láttátok ezt a trükket? Amit látunk, az egy őrült repülés volt. Minden nap rád kell szóljunk, hogy legyél már sokkal óvatosabb. Miattad majdnem elveszítettem a virágomat. Én meg a kürtömet. Akkor én is indulok. Én azt hittem, élvezték a játékomat. Sajnos annyi gondot okoztam. Katasztrófa vagyok. Hát, akkor nem repülök többé. Így majd nem zavarok vele senkit. Nem repül, akkor megáll a levegő. És akkor majd nem mozog semmi fantázi hegyen. Ó, kapjál! Jenna, ide nézz! Ha? Betettem pár pillecukrot a sütőbe. Rájuk tudnál nézni? Léci! Mindjárt visszajövök. Persze! Ha hallod, hogy mocorognak, akkor kapcsolod ki, oké? Okay? Igen, igen! Ott hagytam a kürtömet. El tudnál vele repülni? Nem, nem repülök. Jenna, ezt el tudnád hozzám vinni? Nálam festenek a varázsecsetek, nekem le kell mennem a tóhoz. Köszi! Szia! Kóstold meg az új jégkrémünket! Rendben! Mit kell megcsinálnom? Igen! A kürt! Ne! Rózi festékei! A varázsecsetek a jégkrémeket használják. Ezt nagyon elrontottam. A pillecukrok! Ez egy rémálom! A kürt! Ide! Ne! Nézz körül, és lásd a saját erődet! Ez én voltam. Eddig nem láthattad. Nem mozog semmi, mert nem repülsz. A te repülésed mozgatja a világot. Mozog a szárnyad, mozog a világ is. Újra repülnöd kell. De a repülésem mindig csak bajt okoz. És nem akarlak megbántani titeket. Ezért nem repülök. De azt nem teheted, mert az életed része a repülés. Azt kell, hogy repülj, csak legyél egy kicsit óvatosabb. Ennyi. Hát... Repülj! Rögtön jövök, bízhattok bennem! Igen! Ó, a kürt! Fantasztikus voltál! Hiányzott a repülés! Köszönjük, Jenna! Ismét egy különleges nap volt ez Fantázia hegyen. Cumi. Spot! Mondd
Hallottam már, hogy a jó kutyák nem ugatnak éjszaka. Hát ez meg mi? Lehet, hogy halucinálok. Ez igazi. El sem tudom mondani, hogy milyen szörnyű éjszakám volt. Nem aludtam semmit, annyira féltem. Nem hiszem el. Gyémántragyogású cumi nem létezik. Ez lehetetlen, főleg nem repülnek. Nem lehet, hogy csak álmodtad? Nem, nem lehet. Láttam, hogy kirepül az ablakon. Úgy, ahogy így volt, Spot. Ez nekem így nagyon gyanús. Gyerünk, Spot, mondd meg, hova tetted a gyémánt cumit? Nem Spot volt. Dotti igazat mond. A fantasy. Nagyon gyanús. Ők tudnak valamit? Persze, hogy tudunk. Azt, hogy Dotti találkozott a rejtélyes gyémáncumival. Na ugye? Mondtam, hogy nem hazudok. A legenda szerint a gyémáncumi életre kell. Méghozzá 100 évente. Egy nagyon szemtelen szellem él benne. És csak a maffirok tudják megállítani. Egy kísértet járt a cumi? Ijesztően hangzik. Megyek és csinálok egy csomó muffint. Lányok, nem kell megijedni, mert ez egy rejtély. De az ügyes nyomozó Kemi a végére jár. Ha a szellem visszatér, mind itt leszünk együtt, és minket senki sem győz le. Én még mindig nem hiszek el egyetlen szót sem. Szellemek nem léteznek. És be is bizonyítom ezzel a jelmezzel. Hé, ne aludj már, te örök hétalvó! Csináltam néhány cumis üveget és muffint, ami majd megvéd minket. Köszi, Koni! Lányok, ezt nem enni hoztam, hanem a szellem ellen. És annyira finom, hogy már nem is félek. Mögöttem van, ugye? Segítség! Jaj, ne azt hiszem, nem fél a muffintot! ez finom lehet! Nekem egyre inkább úgy tűnik, hogy ez a szellem nem fél a muffinoktól. Elhitték a szellemmesét. És mi megesszük az összes muffint. Nagyot nézett Dotti, amikor meglette a gyémántumit. Aha, így már mindent értek. Tehát ezek a szellemek Koni sütijét akarták. Na ezt visszakapjátok. Megyek a következő adagért. Hozz nekem egy epreset is. És nekem egy csokisat. Most! Itt vannak a muffinok, ti sunyi szellemek. Jaj, ne! Ne! Ne már! Ne! Ne! Au! Au! Tényleg legyőztek a muffinok. A legenda igaz. Meg tudsz nekem bocsátani? Ez csak vicc volt. Nézd, neked ajándékozom a gyémáncumit. Köszönöm! Azért nagyon szórakoztató volt. Imádom az ilyen rejtélyeket. Muffint valaki? Nézzétek a kék könnyet! Partinak.
Készen vagytok már a sütikkel? Az utolsók még sülnek. Pár perc és kész. Penny imádni fogja az újtárs készletemet. Ugyanilyen gyönyörű. Ha? Itt vagyok. Gigi itt van. Gyere! De mi most akar? Gyorsan! Menjünk kempingezni! Találtam egy szuper helyet tele szederrel. Yeah! Szuper! Induljunk! Most mi lesz a te a partimmal? Cutie, vedd ki a sütiket a sütőből, mert mi megyünk kempingezni. Ígérem, hogy tetszeni fog, imádni fogod. Nem szeretnék hovodomba menni. Yeah! Hé, nem láttátok Cutie-t? Tökéletes! Rögzítettük a földbe, és kész. Te hova mész azzal a sok mindennel? Ezek a legszükségesebbek. Ezek biztos nem fognak kelleni ide. Ez az iránytű viszont nagyon hasznos. Ostobaság. Lady, Gigi! Szedtünk sok-sok szedret. Gyere, Lady, vicces lesz. Pen, merre vagy, Pen? Lady, menjünk a többiekkel. Láttad, milyen nagy? Fogadok, hogy mérgező. Így nem eszek meg semmit. Majd szóljatok, ha végeztetek. Most nem aludhat. A többiekkel kell maradnunk. Fontos, hogy ne váljunk szét, különben elveszítjük egymást. Ezt nem hiszem el. Lady! Lady, ne félj! Én nem féltem, csak kerestem a szedret. Mennünk kell. Nagyon sötét van. Tudom a visszautat, mert nálam van az iránytű. Bosszantó ez az iránytű. Nélküle is simán visszatalálnék. Mi volt ez? Vigyázz, légy! Elkergettem az összeset. Wow! Hihetetlen voltál. Gyerünk a... Igen, arra. Nem, erre. Gyere. Olyan éhes vagyok. Úgy ennék Koni finom sütiből. Éhes vagyok, messze vagyunk még. Gigi! Lady! Yeah! De jó! Köszönöm neked is az iránytűdnek. Igazából nagyon féltem. Én pedig köszönöm a parfümödnek. Végül is jó kis csapat lett belőlünk, ugye? A partimat megtartjuk itt a szabadban. Csak hiányoznak a sütijeid, Koni. Igen, csak nem tudom, hogy Cutie... Na hát... Cutie, Pen, ti vagytok a legjobbak! Igen, és a szabadban lenni nagyon jó. Köszönöm nektek! A
fordítógép. Én mondtam nektek, hogy Lua fantasztikus. Mind nevettek? Lua mondja a legjobb vicceket az egész völgyben. Én is szeretnék nevetni. Én is. De én nem értettem semmit. Én sem. Mert mi sosem fogjuk megérteni Luát. Nyugodjatok meg, lányok. Itt az ideje, hogy meglátogassuk a jósnőnket. Tina! Már váltarak? Miben segíthetek? Mi szeretnénk... Ne folytasd! Mi szeretnénk megérteni, hogy mit mond Lua. Szeretnétek megérteni Luát? Tudom, mire van szükségetek. Nem ez, nem ez. Aha, ez egy szófordító sisak. Wow, már a neve is tetszik. És ezek a kristályok is nagyon szépek. Próbáljuk ki. Lua, mondj egy viccet. Lent a völgyben birkának hívnak. Nem tudom, hogy miért. Tényleg vicces. Hé, Lucy, itt hagyod Luát a hétvégére? Kérlek, kérlek, kérlek. Oké, rendben. Miért nincs a halnak haja? Mert mindig vizes lenne és megfázna. Ez nagyon jó, igazi mókamester vagy. Tudok még mást is. Nézzétek! Más lakó vagyok. Reszkessetek, földlakók. Robot vagyok. Pip, pip, pip. Férfi vagyok, bajszom van. Ja, te vagy a legeslegvittesebb, akit valaha láttam. Amiért így megnevettettél, adok neked egy hullócsillagos fagyit. Én pedig adok neked táncoló buborékokat. Én pedig csinálok neked csillámporesőt. Lua, Lua, Lua. Lua. Lua, induljunk, vedd le ezt a sisakot. Nem akarok menni, előadásom van. Sztár vagyok, látod? Te egy. Mi? Léci, hadd maradjon még egy napot. Olyan vicces. Sajnos haza kell jönnie velem. Ó, Lucy, ne legyél ilyen. Hadd maradjon még egy napot. Jó, maradjon. Azért remélem, egy kicsit fogok hiányozni. Hadd mutassam be nektek. Az utánozhatatlan Luát! Fának is szüksége van pihenésre. Lua, várnak téged a nagy fánál. Szépen játszottam. Ó, majd játszol legközelebb. Induljunk, várnak a vastó felhőnél. Hová tűnt Lua? Meg kell találnunk. Mi lett a vége a tűzoltós viccnek? Én azt már nem bírom, haza szeretnék menni. Itt van! Lua! Lua, 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 Lua. Még egy viccet kérünk. Léci a robotosa. Gyere vissza. Lua. Lua, Lua. Minden rendben. Úgy éreztem, valami baj van. Nem akarok több viccet mondani. Csak haza akarok menni veled. Ó, Lua, túl erőszakosok voltunk. De mivel ilyen vicces vagy, szeretünk volna sokat lenni veled. Hogy vegyem le a sisakot? Azt mondja, még visszajön veletek játszani, de most aludni szeretne. Lucy, megígérem, hogy legközelebb még jobban fogunk figyelni Luára. Tudok egy igazán jó viccet. Cry babies, cry babies, make it fierce.
fagyi. Ez már túl meleg. Próbáljátok ki, nagyon hűsítő. Mi nem sülünk meg? A felhőn nagyon kellemes az idő. Van egy ötletem, hogy hűljetek le. Gyorsan vagy, mert úgy érzem, mindjárt meggyulladok. Hey! Wow, jégkrém lett a sütimből. A babakocsim, ne! Ez nem fog ízleni. Fúj, a jégkrémei nagyon furcsák. Mi a Fantasy hegyen mindenből csinálunk jégkrémet. És nagyon szeretjük. Nézzétek, az enyém finom. Én is finom. Tényleg finom, de valószínűleg csak azért, mert süti íze van. Igen. Jobb, mint azok a fura fogyasztott dolgok. Akkor keverjük össze a ti fogyasztott dolgaitokat az én sütimmel. Csináltam egy csomót. Szerintem, ha ezekkel a dolgokkal összekeverjük, bármiből csinálhatunk fagyit. Jó ötlet! Kalap és eperfagyi, kaperfagyi, csoki fagy és cumisüveg, csokmisüveg fagyi, luf és vanília fagyi, lufnilla fagyi. Nagyon eredeti az íze. És azonnal felfrissít. Fantasy fagyira fogom hívni. Gyerünk! Elkészítitek a fagyikat, mi pedig körbe visszük. Kérlek, hozzatok egyet az én házamba is. Nekem is. Hogy fogok tudni ennyit kiszállítani? Van egy meglepetésem, Koni. Oké, megnézheted. Változtattam néhány dolgot a kocsidon. Így szuper fagyis autó lett. Igen, fagyis, szuper gyorsan. Szuper, köszi! Nagyon vicces jégkrémet csinálni. Fagyi, finom fagyi! Kérek szépen egyet. Lássuk, milyen íze van a dobos fagyinak? Én pedig csinálok egy fagyit. Ezzel. Ez vicces. Fagyi, 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 fagyi. Megyek snowboardozni. Na, akkor végre kész vagyok. Én nem ilyet kértem. Kaphatok egy másikat? Egy vanitromit kérek. Melegem van. Koni, mikor lesz kész a fagyim? Hello, lányok. Nagyon kellene egy. Mi történt itt? Kifagytunk a dolgokból. Nézzétek, a frisbee az utolsó. Ne szaladj el! Kell a frisbee! A lányok kérnek még fagyit! Add nekem ide! Jól vagy! Mi baj, Koni? Szerintem az a baj, hogy túl sok fagyit kértünk tőle. Koni olyan jó volt hozzánk. Meg kell hálálnunk neki. Készítsünk egy meglepetést. Segítetek? Itt vannak a kedvenc dolgaink. Csináljunk Koninak belőle egy óriási fantasy fagyit. Wow! Micsoda színek! Nagy! Koni! Ez a tiéd már nagyon jó barátod. De hiszen ez a legfinomabb fagyi a világon. Magic Cheers! Ez egy önkiszolgáló fagyistán. Eddig ez hogy nem jutott eszembe? Yeah! Még mindig szeretem ezt az ízt. Javít.
Egy pillanat, a holdat nézem. Vendi, ki tudnál ebből szabadítani? Láttad már a hold krátereit? Olyanok, mint a szemek, nem? Lady! Hadd lássam! Profi vagyok a csomagban. Ha ezt ide teszem, azt oda... Au! Vendi, segíts! Mi csináltatok? Na jó, kiszabadítalak titeket. Gyerünk, indulás! Ez borzasztó, hogy szétülünk, mint egy óriás keréken. Figyeljetek, gyorsítok! Jaj, van egy csomó a kötélen. Vendi, tudnál segíteni? Ki kéne bogozni ezt a csomót? Ti láttátok már, hogyan mosolyog a hold? Au! Vendi meg a holdja, mindig a felhő között jár. Csak magára gondol. Nekünk meg nem segít, ha kellene. Egy jó barát sose tesz ilyet, hanem mindig segít. Tudnál szólni Missinek? Nem tudom, hogy hol kezdjem. Szeretnéd, hogy segítsek összerakni? Tudod, hogyan kell? Szerintem ez se lehet nehezebb, mint az asztrofizika. A kormány felmegy ide. Ha, de ez egy kerék. Rendben. Ez a kerék lemegy a földre. Akkor most hány kerék is van? Oh, 4. Segítsek esetleg? Igen, kérlek. Megjavítom én. Egy kis kalapálás itt, egy kis kalapálás ott. Megszerelem, és ezen is látszik, hogy milyen jó barát vagyok. Tadám! Íme barátaim, kész! Bármibe számíthatok rám. Ha... Ez ide megy. Ez ide. És ez? Szia! Kell segítség? Nem, köszönöm. Már majdnem kész. Ez tökéletes lett. Most megyek segíteni a szuperbarátomnak, Ladynek. Segítened kell megjavítani a kocsimat. Szörnyű! Így csináltam egy kéti kerítését. Majd én összeszedem őket. Ez katasztrófa! Próbál segíteni, de minden csak tönkre megy. A kerítés, a kocsim! Le kell őt állítanunk. Hogy segítsek? Barátok vagyunk! Rendbe kell hoznunk mindent. Köszönöm, Missy. Meg kellett volna kérjelek, hogy segíts. Katasztrófa vagyok. Ó, nem vagy katasztrófa. Tudod, mindenki másban jó. Bármikor csinálhatjuk együtt, amikor szeretnéd. Te meg taníts engem csillagászatra. Úgy szeretném. Igen, én is. Így nézhetjük a holdat együtt. Ez elképesztő. Ne aggódj miatta, Vini! Megjavítom! Ne! Cry babies, make it fierce. Forrás könnyen
keresős kaland. Nézd, nézd! Mi ez? Na, wow, hogy lássam? Wow. Milyen csillagos? Ez egy fantasy gyémánt. Ez kincs. Ez nem cukorka? Hé! Szeretnétek kincset keresni? Itt a térkép. Ez elvisz a nagy vörös rubinthoz a nagy türkis felett. Van egy legenda, Betty Jones, a nagy felfedező legendája, ami szerint ez volt az első egyik... Figyelem, felfedező! Induljunk a kincsért! Wow! Yeah! Milyen fantasztikus! Viszünk kenut és biciklit is. És a pihenés is megoldva. Szuper! Indulhatunk! Jobb lesz, ha maradtok. Bajotok eshet. Ez veszélyes kaland lesz. Hegyek között szállunk, kincseket találunk. Gyorsabban! Ó, megérkeztünk? Nézd azt a házat! Milyen szép, milyen csillagos! Ó, nagyon kell pipilni! Gyerünk, Valli! Arra! Vagy benne, hogy a kék fák erre vannak? Mi lenne, ha visszamennénk a lakókocsihoz? Biztos nem. Meg kell zelálnunk a kereknyomot. Meg a kincset! Megtaláltam! Megtaláltam a kék fákat! Gondolod? És a kereknyom? Az nincs itt. Akkor kell tenned két lépést jobbra, és kettőt balra. Jobbra, jobbra, balra, balra. Ó, visszajutottunk ugyanoda. Nincs itt semmi. Ez a térkép rossz. Ez nagy baj. Sosem fogjuk megtalálni azt a rubintot. Vagy az óriási türkiszt. Nézzétek, mit találtam! A kerek nyom! Yeah! 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 Elveszítjük! Követnünk kell a nyomot! Gyorsan! A kocsihoz! Kolli, ez nem a te lakó kocsid? Vagyok. Hogy kerülsz ide? Mit csináltok itt? Majdnem összetörted a kocsit. De a lényeg, hogy nem esett bajod. Elveszítettük a labdát. És a kincset. Nem, nézd! A kincs, itt kell lennie. Wow! Itt a nagy vörös rubin. A kék türkisz felett. Biztos ez az! Milyen gyönyörű! Tényleg gyönyörű! Nincs is nagyobb kincs a barátságnál. Szerinted elhitték a történetet Betty Jones térképéről? Nem tudom, de egy olyan vékés itt. Ha-ha-ha! Yeah! Másik kincse! Még egy kincse! Cry babies, magic tears. Varázs könnyek, pici babakocka.
csinálsz? Figyelek. És most? És most? Most mi a baj? Kicsit unatkozunk. Nem csinálhatunk valami más? Tudom már. Nézzük meg, hogy mit csinálnak a többiek. Mi az? Vannak ott levelek. Meg szavak. Ő meg játékokat tol. Hadd nézzem. Ah, Lédit látom. Színes ragacsgolyó. Azt imádom. Annyira eredeti. Mi lenne, ha meglátogatnánk őket? Oké. Nézd, Léna. Megtanítasz nekünk pár dolgot ebből? Ebből így. Hogy mozognak a dolgok fújás nélkül? Hogy csináltok finom sütiket? És hogy játszatok a szavakkal? Nagyon szeretném. Tényleg, de most már nem kell. Ugyanis sütnöm kell süteményt. A sütőben fog sütni. Varázslat nélkül. Megnézhetjük? Persze. Megmutatok nektek minden. Léna áll előttetek, a legnépszerű influencer az egész völgyben. Mindent megtudhattok a Léna Dolgai csatornán. Bármit megtanulhattok a videóimon keresztül. Sok hasznos tanácsot adok, és rengeteg követő van. Követők? De hát nincs is itt senki. Várjunk! Mondott valamit egy csatornáról. Talán bele kell tennünk a vízbe? Hé! Nézzétek, úgy úszik, mint egy kis kacsa. Szerintem nem ez lesz a megfelelő módja, hogy... Add ide, én tudom, hogy kell. Szerintem ezt ki kell nyitni, mint egy doboz. Állj meg, ez nem erre való. Ezt arra találták ki, hogy labdázzunk vele. Ha-ha-ha-ha. Valami megharapott. Léna. Ó, ne! Léna csapdába esett ebbe a valamibe. Mit csinálsz ott? Gyerünk, Léna, gyere ki onnan. Léna tudja, hogy kell táncolni. Ó, nézd! Sziasztok! Üdv Léna csatornáján! Ma megnézzünk egy roppant érdekes igazi könyvet! Én egy slime-ot! Ilyen ragadós, nekem is kell. Nekem meg a beszélő doboz. Én akarom! Nem, én! Hová tűnt? Itt van benne? Léna, szólj, ha itt vagy! Igen, itt vagyok. Mit csinálsz a laptopommal? Hol vannak a videóim? Törölted őket? Nagyon sajnáljuk, Léna. De a csatornám, a követőim. Én influencer vagyok. Tudom már! Segítünk neked újra megcsinálni a videókat. Újra meg lesz a csatornád, meg lesznek a feliratkozók. Csak meg kéne mutatod, hogy mi az az influ... Figyelem! És felvétel! Ne így csináld, fogd meg a másik kezeddel. Majdnem megdobolok egy jéggolyóval. Nesze! Tűzgolyó! Jéggolyó! Tűzgolyó! Nézzük! Vegyük át még egyszer. Ha mindenki tudja a dolgát, akkor ti jöttök. És felvétel! Húj! Hozzám ne ér! Nyálasz az ujjam! Itt soha nem leszek népszerű. Nem lesznek új követőim. Miattató? Hey! Miért ragaszkodsz ennyire a követőidhez? Nem kell milliónyi barát a csatornádra, hiszen itt vagyunk mi. Mit akarsz még? Követőket? Tőlünk megkapod? Kövessük Lénát! Yeah! Igazad van. Nekem vannak a legjobb barátaim a világon. Fantasy Magic
át szeretnék lépni fantasy világba. Egy kis lépés erre. Egy kis lépés arra. Fantasy kapu. Niki! Tina jós látta. Látod? Igen, igen. Repülök. Nem. Egyet. Hogy fantasy? Azért jöttem, hogy meghívjalak benneteket a... Az Ének és Mesemondó Fesztiválra? Tuper, induljunk! Au! Soha nem fogok hozzászokni ehhez a világhoz. Ha? Babi nem ezt mondja, igaz? Vajon Tina otthon van? Tudtam, hogy jössz, gyertek be! Szia, Babi, gyere, adj nekem egy pacsit! A holnapi napon el fogok szavalni egy balladát. És még éneklek is! Mindenki imádja majd! Mindenkinek kötelező? Ezt csak viccből kérdeztem, az első sorba érkezem. Látod, én is tudok rímeket mondani. Akkor még gyakorolj! Meg tudod mondani, milyen idő lesz holnap? Persze, de akkor ahhoz jósolnom kell. Látni a jövőt. Látni a jövőt. Ha? Ó, ne! Vigyázz a vízzel! Minden csúrom vizes lesz. A víz nagyon veszélyes. Mi? Vizet mondott? Ó, ne! Induljunk! Azt mondanám, hogy holnap nem fogjuk látni a napot, hazudnék, mert napsütés lesz. Ha? Így elsietett? Biztosan ideges az előadása miatt. Melyik áll nekem jobban? A rózsaszín, vagy a világos rózsaszín? Világos rózsaszín. A rózsaszín túl átlagos. Nem már, a világos rózsaszín az átlagos. Holnap vége a világnak. Tina rengeteg vizet látott a varázsgömbjében. Minden csupa víz lesz. Árvíz! Ó, Rita, vigyél magaddal! Jön az árvíz! Nem álltunk el, fel kell készülnünk az árvízre. Biztos van megoldás. Szerintem neked sincs egy hajót ilyen esetre. Ez igaz. Építsünk egy hajót, amiben mindannyian beleférünk. Hajó! Elképesztő! Nyugodjatok meg! Ez a hajó megvéd minket az árvíztől. És ha sokat esik, majd szörfözünk. Igen, de ma lett volna a fellépésem, és nagyon szerettem volna megmutatni. Mit csináltok ott? És miért ültök egy fürdőkádban? Ez valami helyi szokás lehet. A házak! Az eső! Az árvíz! Milyen árvíz? Te láttad a sok vizet a varázsgömbödben, és hogy minden csupa víz lesz. Haha, dehogy is! Tini kiöntötte a vizet, arra mondtam. Meg azt is, hogy ma szép napos idő lesz. Tényleg? Tehát akkor nem lesz árvíz. Persze, hogy nem! Igen! Akkor végre elénekelhetem a dalomat. Loretta a legnagyobb, táncától lelol vadok, Lady öt kisvéres csillag, igazán messze ragyoghat. Tina hadogolni kezd, domurad a gyerek-gyerek, a barátság együtt szállala. A szöveg az nagyon aranyos, de az ének az nem túl jó. Végül előhívtad bele az esőt. Lányok, ezzel már nagy zuhány. Oh, wow.
Keresd a pillangókat! Készen állsz? Végre megláthatjuk a gyönyörű szívpillangókat. A krájaktak tegnapi része elképesztő volt. A más lakókról szólt. Hé, a többiek hol vannak? Mindenkinek mondtam, hogy pontosan érkezzetek. Tudod, hogy mindig késnek. Ó! Értem, de ez az egyetlen alkalom, hogy láthassuk a szívpillangókat. Nem szabad lekésni ezt a csodálatos eseményt. Há, új pizsoma? Nagyon szép! Fotó. Ez a pizsomám a különleges alkalomra. Sietnünk kell, mert a végén még lekésjük ezt a csodálatos eseményt. Kvalli, mi a baj? Sehol sem találom a lakókocsimat. És a legnagyobb baj, hogy Kau is benne volt. Sajnálom. Valaki Fantasy Hedgeről majd segít megkeresni a kocsidat. Indulás! De Pandi, te ismered legjobban az erdőt. Neked kell segíteni Kvallinak. Én csak szeretném megnézni a pillangókat. Kérlek, Pandi! Hát jó, ha sietünk és több csapatba kezdjük a keresést, akkor lesz időnk átvisülni az erdőt és megnézni a pillangókat. Lássuk, mi az utolsó emléked a lakókocsira. Arra emlékszem, hogy egy fa mellé álltam. Merre az erdőben? Kérlek, figyelj jobban rám. Bocsi, csak ma nem reggeliztem. Hey, Nala, van itt pár alma. Szuper! Uzsi idő! Dobj egy párat! Au! Találtam egy gyémáncumit! Remi, mesélj még a marslakókról. Nem akarom összekenni az új pizsomámat. Hát, a marslakók furcsán mozognak, és furcsa hangokat adnak ki. És hogy találják meg a marslakókat? A repülőcsészealjakat megtalálni borzasztó egyszerű, mert nyomot hagynak a fűben, mint ez itt, és óriási vakítón fényük van. Pont, mint annak ott! És általában a sűrű erdő közepén rejtőznek. Pont úgy, mint itt. Marslakók! Vigyázz! Miért szaladtok? Szegény Kau, vajon hol lehet? A végén még nem fogom tudni megnézni a pillangókat. Marslakók! Újjunk el! Marslakók! A különleges pizsomám! Rendben, elég volt. Nem keresem tovább. De Pandi, Kau is a marslakóknál van. Milyen marslakók? Nem, és nem. Én próbáltam segíteni, de ti nem veszitek komolyan. Megyek és megnézem a pillangókat. Nala éhes, kígép piknikezik. És most marslakók. Én tényleg próbáltam segíteni, de ők nem is keresik. Ott vannak! A szívpillangók vannak a kis domb mögött. Pam! Pam, megijesztettél? Kvalli lakókocsia. Szegény Kau biztosan rémült. De olyan közel vagyunk a pillangókhoz. Nem tudom, mit csináljak. Én amúgy nem félek a marslakóktól. Csak azért futottam, mert ti is. A marslakók! Merre csavarogtál? Pandi! Megtaláltad Kaót! De mi van a pillangókkal? Kau és te fontosabbak vagytok. Nagyon szeretlek benneteket. Akkor kijelenthetjük, hogy a marslakók nem léteznek. Marslakó! Nézd, Pandi! A szívpillangód! Hát persze, hogy ez eddig nem jutott eszembe.
El is felejtettem, hogy szeretnek jönni a fényre. Boldog tréfa napot! Jó reggelt, Mika! Add ide, Mika! Na, add ide! Gyerünk, Mika! Kérem! Hát persze! Ma van a tréfa nap! Nos, ebben az évben nem dőlök be egy tréfának se. Alaposan megvizsgálok mindent, és így nem tud senki becsapni. Itt szörny! Szia, Mika! Nézd, mit hoztunk! Milyen gyönyörű! Tetszik? Ez egy vizikup spitikum. Megszakolod? Igen, igen. Milyen fura neve van? Mondd a tréfanapot! Nem akarok több tréfát mára. Kami, hadd hívjalak meg egy jó relaxáló teára. Jobb lesz tőle. Rendben, de figyelmeztetlek. Ha ez egy újabb tréfa, én nem dőlök be. Imádni fogod. Egészségedre. Kicseréljük a csészénket? Biztos, ami biztos. Persze. Csak ülj le, és élvezd ezt a finom teát. Boldog tréfa napot! Elegem van, nem bízhatok senkiben. Folyamatosan becsapnak, utána pedig rajtam nevetnek. Elmegyek az erdőbe, hogy egyedül legyek. Ez csúnya tréfa volt Lucitól és Luától. Hát még itt sem leszünk biztonságban. Meg se tudom mondani, mikor jön a következő tréfa. Bár ismerek valakit, aki segíthet. Tina, kérlek, áruld el, hogy milyen tréfák várnak még rám. Tedd fel a kérdést a sorsdoboznak. Sorsdoboz? Lássuk csak. Boldog tréfa napot! Bocsi, de nem tudtam ellenállni. Bocsánat, nem tudtam ellenállni. Pont azért jöttem, hogy megtudjam, hogy mennyi csíny vár rám. Oké, csak egy, de nem tudom pontosan, hogy mikor. Csak annyit, hogy valami lufikkal kapcsolatos. Lufik? Figyelni fogok rájuk. Köszönöm. Gyerünk, Mika. Aha, a lufi. Most nem vicceltek meg. Aha. Most megvagy. Hé, kidurrantottad a buborékomat? Futás, Mika, futás! Merre vagy? Úgy is megtalállak. Ott, egy másik lufi. Enyém a világ, az enyém. Most megvagy. Áú! Játszani szeretnél? Tiéd lát a földgömb. Lehetetlen, titkos küldetésen vagyunk. Ha? Ők lesznek azok. Biztos valami tréfára készülnek. Ez valami felvonulás? Gyerünk, indulás! Szuper! Küldetés végrehajtva! Meglepetés! Boldog születésnapot, Wendy! Boldog szülinapot, Wendy! Valami tréfát akartatok velem csinálni, ugye? Ó, köszönöm, lányok! Nem is számítottam rá, de mi történt itt? Kemi tönkretette Wendy szülinapját. Én Luffy szülinapot akartam. Azt hittem, valami tréfára készülnek. Soha nem tenném tönkre a szülinapodat. Megígérem, most soha többé nem felejtem el, hogy neked a tréfanapon van a születésnapod. Rendben, ezek csak Luffyk. Legjobb születésnapja.
Életed legjobb szülinapi tréfájára gondolsz? Ha? A lehetetlen verseny. Rengeteg mindent fogunk együtt csinálni. Rendben? Olyan vicces vagy. Beszélsz a virágodhoz. Hé, nagyon érzékeny. Bántott téged az én gyönyörű virágom? Bántott téged az én gyönyörű virágom? Mi a gond? Dina mindig kinevet engem. Mindig ugyanazt csinálod. Minden nap csak a virágoddal vagy. Vagy be, hogy igazából nem is tudnál nélküle élni. És mi a helyzet veled? A kürtöddel meg a pajzsoddal. Az nem ugyanaz. A kürtöm sokkal szórakoztatóbb, és a pajzsom is világít. És teljesen jól tudok élni nélkülük. Nem úgy, mint te, a virágod nélkül. Ó, dehogy nem. Simán tudok élni a virágom nélkül. Oké. Miért nem teszünk egy próbát? A szabály a következő. Egy héten keresztül Rizi és Didi fognak ezekre a tárgyakra vigyázni. Ide bezárjuk, és megnézzük, hogy hogy bírjátok. Aki tovább bírja, az győz. Ha Rózi nyer, én neked adom a buborékfújómat. Én pedig neked adom a perecemet, ha a Dina győz. Látomásom van. Azt látom, hogy a győztes lesz az, aki nem veszít, és a vesztes lesz az, aki nem győz. Váó! Micsoda varázslat! Ez fantasztikus! Induljon a verseny! Az első nap a dolgaitok nélkül. Szia, kicsifa! Hogy vagy? Ó, a virágom barátságosabb. Nézzük a bokrot. Hogy vagy? Minden olyan csöndes. Hello, hello! Én nem tudok kiabálni. Minden vidámabb lenne, ha megfújhatnám az én kicsi kürtömet. Szia, mesélj, hogy bírod? Hiányoznak a dolgaid? Mert nekem kicsit sem hiányzik egyik sem. Hogy is hiányozna? Már nem is emlékszek a virágra, a szarvra, vagy bármire. Ó, remek! Maradjon is így, oké? Neked is hasonlókat. Jó volt látni. Kíváncsi vagyok most, mit csinálhat a virágom. Este ilyenkor mindig mesét olvastam neki. Ha nem tudom eljátszani az altatómat, nem tudok elaludni. A második nap a dolgaitok nélkül. Hello! Jó forró napunk van, ugye? Mintha már nyár lenne. Hello! Ha? Te meg mit keresel itt? Semmit, csak erre jártam, és gondoltam, megnézem, hogy a Rizi és Didi mit csinálnak. Igen, én is. Nem bánjátok, ha megnézem a kürtömet? Ó, igen. Én is szívesen megnézném a virágomat. Ez nem mehet így tovább. Nem érdekel, ha elveszítem ezt a buta versenyt. De vissza akarom kapni a dolgaimat. Én is a kürtömet meg a pajzsomat. Kell egy terv. Az a feladatunk, hogy odasúranjunk a barlanghoz, és elhozzuk a dolgainkat anélkül, hogy bárki meglátná. És ezt hogy tudjuk megcsinálni? Én pizzafutárnak öltözök, és viszek Rizinek és Didinek egy finom pizzát, aminek nem tudnak ellenállni. Amíg ők nem figyelnek, te leereszkedsz, kinyitod a ládikát és kiveszed belőle a dolgainkat. Tökéletes terv. Ez üres! Ne! Adjátok vissza a dolgaimat! És a pizzát. Szükségem van a különleges dolgaimra. Nem tudunk élni nélkülük! Nagyon hasonlóak vagyunk. Igen, mindketten ugyanúgy szeretjük a dolgainkat. Fantasy Magic Team!
szerencsére egyik kölyük sem nyert. Olimpia. Ez itt a Fantasy Olimpia. Üdvözöljük a sok ügyes sportolót, akik nem másért versengenek, mint a fantasztikus gyémáncumiért. Wow. És itt jön Dreamy, az összes sportákban a tavalyi bajnoka. Dreamy. Mellette a mindig vicces edzője, Gina. Most mit csináljak? Kezdjél ugrálni! Én ezt nem igazán értem. Gyerünk, ez nagyon vicces lesz. Ez vicces volt, próbáld meg újra. Biztos vagyok benne, hogy jobban sikerül. Nem, végül nem fogom megnyerni a gyémáncumit, pedig mindenki számít rám. Arra figyelj, hogy legyél vicces. Téged csak az érdeke, hogy legyek vicces. Mert ha nem vagy vidám, és nem élvezed a versenyt, nem fogsz nyerni. Csak segíteni akarok. Ez nem segítség. Ha ez olyan könnyű, akkor csináld meg te. Az első versenyszám hamarosan kezdődik, ami nem más, mint a felhőugrás. Vigyázz, kész, ups. Most szóltak a fülhallgatómon, hogy van még egy versenyző. Köszöntsétek Dinát! Hello! Hol is tartottam? Ó, ja igen! Right! Ez nagyon könnyű. Au! Látod? A közönség nagyon szereti, a vicces vagy. Hát ez hihetetlen. Krémi megtartotta az eddigi rekordot. Látod? Ez tényleg szórakoztató. Valaki segítene nekem? Jöjjön a második forduló, a dobóverseny furcsa dolgokkal. Jenna, te jössz! Aszta! Vége! Látod? Ez az igazi szórakozás. A verseny nagyon szoros, szóval a versenyzők mindent beleadnak az utolsó versenyszámba, ami a gombaugrás. Vigyázz, kész, rajt! Wow! Mi történt? Folytassuk a versenyt. Következik Dina! Gyerünk, gyálj fel! Ez vicces. Te csaltál! Én? És te? Csalás a Fantasy Olimpián? Elképesztő! Ez nagyon szomorú! Rendezzünk egy olyan fordulót, ahol senki se tud csalni. Aki meg tudja szerezni a díjat a nagypáról, anélkül, hogy használná a varázserejét, az nyer. Majd nem megvan. Vigyázz! Te vigyázz! Ouch! Nagyon hiányzott a nevetgélés veled. Nekem is. És ez a versengés olyan idegesítő. Van egy ötletem. Figyelem, úgy látszik Dreamy nem kisebb dolgot fog megpróbálni, mint a csillagugrás. Meg tudod csinálni. Ez a legfantasztikusabb ugrás, amit valaha láttunk. Yeah!
téged illet, nem? Téged. Ez aztán is igazán meghatunk befejezése a Fantasy Olimpiai játékoknak. Nyomoz. Kami! Kami! Hol vagy? Hello! Megint megijesztettél, mint mindig. Bocsi, de nagyon vicces képet vágsz, amikor megijedsz. Miért kerestél? Nem találjuk Lady-t, és Lulu nagyon szomorú. Mi pedig már azt sem tudjuk, hol keressük még. Úgy tűnik ez az eset. Nyomozó Kemire vár. Aha! 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 Erre! Erre! Áú! Wow! Szerintem... Aha, ez vattacukor, és itt van Lady háza előtt. Ez csak egy dolgot jelenthet. Hogy Lady vattacukrot evett. Nem, Lucy. Cukor, felhők. Lady a Fantasy hegyen van. Indulás! Szárnyas szív, át akarok jutni a másik világba. Egy lépés erre, egy lépés arra. Fantasy világ kapuja, nyílj ki! Szuper! Meg kell keresnünk Lady-t. Jó lenne, ha nem lennénk túl feltűnőek. Hé, ez nem ér! Én nem tudom, hogy hogyan kell. Ez fantasy világ. Bárhogy csinálhatod. Nagyon éhes vagyok. Olyan illata van, mintha a völgyben lenne. A völgyben a legfinomabb. Kíváncsi vagyok, hogy olyan-e az íze. Majdnem olyan, de valami íz még hiányzik. Kicsit még sütni kellene. A völgyben? A legfinomabb? Sütni! Óriási a baj! Lady-t vattacukorrá változtatták. És meg fogják enni. Azonnal meg kell találnunk. Nagyon finom lesz a torta, ha teszünk rá a málnát is. Ha? Ha? Lady, itt vagy? Au! Lady, itt vagy bent? Lady! Lady, merre vagy? Lady, ez te vagy? Ó, mondd, hogy nem te vagy, kérlek! Sziasztok! Hát ez nagyon furcsa. Lady talán már egy vattacukrárusnál van. Biztos, hogy még itt van. De honnan fogjuk tudni, hogy melyik ő? Ne, kérlek, ne! Ne változtassatok át vattacukorrá! Nem vagyunk finomak! Ti meg miről beszéltek? Mindent tudunk. Hogy elraboltátok Lady-t és vattacukorrá változtattátok. És most már meg lehet enni. Ti tényleg azt hiszitek, hogy mi meg fogjuk enni? Nos, mi hallottuk, amikor mondtátok, hogy a völgyben lévők a legfinomabbak. És azt is hallottuk, amikor mondtátok, hogy valami íz még kell. A málnára gondoltunk, mert sehol sincs olyan finom málna, mint nálatok a völgyben. És mi még azt hittük, hogy ti meg akartok enni minket. De még mindig nem tudjuk, hogy hol van Lady. Nyugodjatok meg, majd mi segítünk. Lady! Lady! Koni, láttad Lady-t? Lady! Lady, hol vagy? Innen látom a házát. Rózsaszín foltok vannak. Igen, rajta. Azok cukorfoltok. Fogadok egy arancumiban, hogy Lady a vásárban van. Imád vattacukra tenni az óriás keréken. Nézd! Ott van! Tudtam! Megtaláltuk Lulu! Menjünk oda hozzá!
Wow, ez nagyon szuper! Olyan bosszantó, hogy Lulu nincs itt. Mindig eltéved. Pedig ezt látnia kellene. Azért ő is nagyon szereti. Mágikus szökőkút! Ó, Dina, te mindig viccelsz! Dina, a varázsgömböd nagyon szép. Ezek szerint jó napunk lesz ma. Aha, és ez mi? Ez valami idegen vezetés? Látjátok ezt? Ez egy gejzír, és nekem minden nap figyelnem kell rá. Miért? Mert ez a gejzír összeköttetésben van a Magic Tears szökőkúttal. Ha valami baj történik a gejzírrel, a mágikus szökőkút leáll. A Fantasy hegy eltűnik. El tudjátok ezt képzelni? Wow! Ez katasztrófa lenne. Neked nagyon fontos dolgod van. Tudom, kövessetek. Később adok autogramot is. Ez hogy fénykék felhőkékkel? Ez sötétkék. Villámbogyóval. Ha-ha-ha-ha. Nagyon vicces. Szagyi ugrás. Hé! Meg lesz az új rekord. 1, 2, 3. Vigyázz! Ne aggódj! Majd én feltakarítom. Ó! Au! Missy porszívójával. Nem, Bruni. Ez a gép nagyon erős. Emlékszel, mi volt a múltkor is? Nyugi. Tudom, hogy mit csinálok. Ne! Nézd, mit csináltál! Nem gondolod, hogy máshol kéne játszanod? Tessék, itt ez a labda. Ez furcsa, nem? Oké, gyerünk és játszunk máshol. Mi történhetett? A szökőkút nem működik. A varázsgömbön valami baj van. Nézzétek, mintha eldugult volna a szökőkút, de talán kibírom piszkálni az ujjammal. Ha ez komoly gond lenne, akkor Dina biztos már figyelmeztetett volna minket. Figyeljetek! Nagy baj van! Áó! A karom beszorult! Bruni! Gyere segíteni! Ti meg mit csináltok? Beszorultam, olyan, mint hogyha valaki húzná a karomat a másik oldalról. Rim és Krimi belejtették a labdát a gejzírbe. Hogy? Megint elrontottál valamit. Nem is akármit. Nem hagyhatjuk így Jessie-t. Tudom! Változtassuk a szökőkutat fagyivá, és akkor ki tudja húzni a kezét. Jó ötlet! Ez nem működik. Megfagyok, és még mindig nem bírom kihúzni a kezem. Oké. Húzzuk erősebben. Van egy ötletem! Várj, Bruni! Ne menj el! Ó, ne! A Fantasy hegy eltűnik! Au! Nézzétek! Megvan! A porszívó! Szabad vagyok! Szuper! Yeah! Köszönöm, Bruni! Te mentettél meg! Fantasy hegy majdnem eltűnt. De szerencsére a hegyet és minket is megmentettél. Nézzétek, minden visszatér. A szökőkút újra működik. A házam!
Köszönöm, barátaim! Ünnepeljük meg ezt a kalandot egy finom fagyival! Nagyon finom! Látjátok, itt minden rendben van, ezért jó, hogy mindent szemmel tartok. Wow! Fantasztikus vagy! Vissza a testemet. Sziasztok! Nézzétek, milyen furcsa felhőt találtam. Csinálok belőle fagyi felhőt. Wow! Szeretném megkóstolni. Vigyázz, Bruni! Nem tud úszni. Jövök. Rím! Idő, állj meg! Idő, menj tovább. Olyan ügyesen mozogsz. Bárcsak én se lennék olyan ügyetlen. Ne viccelj! Te pedig meg tudod állítani az időt. Bárcsak olyan lehetnék, mint te. Ez meg mi volt? Olvad a felhő. Egyébként Tina azt mondta, hogy ne játszunk a felhőkkel, mert mágikus erejük van. Jaj, Tina történetei. Jó étrim! Remélem szivárványos trambulinról álmodsz majd. Óruk! Nincs is jobb a saját kicsi ágyamnál. Jó reggelt, Bru. Rim? Ha. A rózsaszín hajam és a hangom? Ez nem az én házam. Ez nem én vagyok. Azt hiszem, én lettem Dreamy. De akkor hol az én testem? Várj! Hogy érted azt, hogy Dreamy lett Bruni? Tina, ez szörnyű! Én vagyok Bruni! Én meg Dreamy! Ez nem lehetséges. Hogy cseréltetek testet? És én ezt miért nem láttam? Én tegnap mondtam egy olyat, hogy olyan szeretnék lenni, mint ő. Én meg, mint ő. Mert azt mondtátok, hogy szeretnétek olyanok lenni, mint a másik. Ha ez így van, akkor én párna vagyok. Lefagyasztottátok a felhőt? Mondtam, hogy ne játszatok vele. Igen, mert varázserejük van. Na, ennek járjunk utána. És most mi akkor addig? Egymás testében kell, hogy maradjunk. Hello! Tessék, Dreamy! Tudom, hogy szereted a percet. Nem! Én vagyok Dreamy. Nem hiszel nekem? Ezt figyeld! Változ! Fagyivá! Úgy látom, elvesztettem a fagyikészítő erőmet. Ez az enyém. Szóval, akkor nekem viszont menni fog. Egy kicsit lett. Fogalmam sincs, hogy mi van veletek. Megállítom az időt egy pillanatra. Sokat kell még gyakorolnunk. Indulás! Ha? Mi történt? Egy pillanat. És a pereceim? Ó! 6, 7, 8, 9, 10. Megvagy! Haha, ez könnyű volt. Bruni, minden rendben? Nem vagyok Bruni, Dreamy vagyok. Ha? És ez a nagyon ügyetlen test Bruni. Yeah. Haha! Én ilyeneket is tudok. Fantasztikus. Hiányzik a saját testem. Szeretem, hogy ilyen mozgékony vagyok. Lányok, tudom, hogy cseréljünk vissza titeket. Be kell állnotok a felhő alá, megfogni egymás kezét, és azt mondani, hogy Fantasy hegyen mindenki a saját testében legyen. Legyen minden úgy, ahogy eddig volt. Szuper, már nagyon szeretném vissza a testem. De ne haragudj meg, Dreamy. Én nem akarok újra ügyetlen lenni. Ha-ha-ha! Bruni, várj! Beszélni akarok veled! Áó! Ez fájhatott! Nézd, itt egy fagyi! A fagyi mindenen segít! Kérlek, Bruni, add vissza a testem! Oké. Visszaadom a tested! Már megszoktam, hogy ügyetlen vagyok, és nem zavar. Ne haragudj, hogy önző voltam. Jó vagy, ahogy vagy. Te vagy a legjobb barát a világban. A Fantasy hegyen mindenki a saját testében legyen.
változom vissza minden úgy, ahogy eddig volt. Ha? Wow! Ez biztosan én vagyok. Nekem is nagyon hiányoztál. Magic Magic Team! Wow! Yippee! Én tényleg repülök. Olyan szeretnék lenni, mint te.